Előbb kiválasztom a fő tengelyt, a lényeget, a témát, majd pedig kifejtem azt. Az Attis Színháznak van egy nagyon mély ontológiai irányvonala. Ugyanakkor komoly politikai irányultsággal is bír. És ott az erotikus vonal is. június-júliusában volt egy találkozó az antik görög dráma témájában, én pedig augusztusban elhívtam 100 görög színészt, illetve színész hallgatót, és rendeztem nekik egy meghallgatás sorozatot, valamint egy workshopot. Először a Delfoi Kulturális Központban, majd fent a hegyekben. 3 napig hegyet másztunk a Kitaíron hegységben. Ez alatt a 3 nap alatt sokan feladták. Az első nap után a 100-ból 70-en maradtak. A második napon a 70-es létszám 16-ra csökkent. A harmadik napon egy meredek lejtőhöz értünk, szinte szakadékhoz, amelynek alján úgy 200 méterrel lejjebb egy domb húzódott, ami le tudta fékezni azt, aki esetleg legurult. Én neki rugaszkodtam, leugrottam, és akkor néhányan követtek engem. Ezek a következők voltak. Sofia Mihopolu, Kalliopi Tahcoglu, Akis Sakellariou, Georgios Simeonidis és Dimitris Siakaras. Ők voltak azok, akik követtek engem. És ez volt a pillanat, amikor létrejött az Attis társulat. Took a cruiser with all her hands apparently. Erda, die Gans. Die Nepoli, eh? Erda, die Gans. Nyílj meg kifelé, és kezd el az utazást. Légy világpolgár, ez a legfontosabb. Görögország egy kis hely a Balkán szélén, rendkívül gazdag emlékezettel, amit fel kell éleszteni minél előbb, és akkor a népe megmenekülhet. Hiszem, hogy az olyan kis országok, mint a miénk, ipar vagy stabil gazdaság nélkül a kultúrájukon keresztül tudnak fennmaradni. Ez itt az Attis Színház előcsarnoka. Ez itt a folyosó Johanna Weber fotóival. A bakháns nők képei, amit Németországban állítottunk színpadra, Kunnelis díszleteivel és német színészekkel. Itt egy kép Heiner Müllerrel és Sofia Mihopoluval, Paolo Muzio, Anessa Papadopoulou, Sofia Mihopoulou, Alla Gyemidova és még más színészek, Kunnelis és Jómagam, a bakkásnők előkészületei közben a Siemens gyárban.
Az egész a Demetria Fesztiválon 1977-ben a Szaloniki Színész Workshopon kezdődött, és Brecht a Kenyérból című művével. A következő évben megrendeztem Brecht kis Mahagoniát. Az azt követő évben pedig a Kurázsi mama és gyermekeit szintén Brechttől. Ez volt az én Brecht korszakom. Brecht azóta is nagy hatással van rám. Abban az időben a görög közönségnek is nagy kedvence volt. A workshopon résztvevő színészekkel való kapcsolatom is nagyon érdekesen alakult. Tanulni akartak, és én tartottam nekik egy szeminárium sorozatot. Leckéket Brechtről. Épp akkor tértem vissza Berlinből, a Berlinel Ensemble-ból, egyenesen Brecht bölcsőjéből. A Jermát én antik tragédiaként kezeltem, olyan megközelítésben, ami miatt számos kritikát is kaptam. Egy ismert kritikus azt írta, hogy a rendőrségnek kellene közbelépni, és hogy az északi görög állami színház tiltsa le az előadást, és a rendezőt rúgják ki. Amit csináltam, az kétségkívül nagyon provokatív volt abban az időben. Az 1980-as évről beszélek. A nézői fogadtatás viszont hihetetlen volt. Ez a Jerma előadás 3 évig maradt műsoron. Még a Herodes Atticus Odeonban is játszottuk. Óriási siker volt, és ez vezetett el engem a görög tragédiákhoz. Ben Delfoyban az antik dráma művészeti vezetője lettem. Volt egy szimpózium Vidal Naqué, Duvigno és más fontos személyek részvételével, mint például Marianne MacDonald. És 1985-ben Delfoyban egy nagy nemzetközi találkozó zajlott le, Heiner Müllerrel, Wilsonnal, Suzukival, nagyon fontos művészekkel a világ minden tájáról. És engem lenyűgözött Suzuki trójai nők előadása. Ez volt az első erőteljes ösztönzés, és elhatároztam, hogy rendezek egy tragédiát. Én a bakháns nőket választottam. Rettentő szenvedés lesz sorsod is. És persze nyersz majd égigérő hírnevet. Vest hát ki rá a kezed. Aguaé és nővérek ti is, ti Kadmosz lányok. Ezt az ifjút szörnyű csatába küldöm, melyben győztes én leszek és Bromios. Akkor januárban szerveztünk egy kommunát a Plakában, ahol mindannyian együtt éltünk. A bakháns nőkön dolgoztunk éjjel és nappal. Nem volt semmi pénzünk. Mindannyian az én delfoi fizetésemből éltünk. A színészek elmentek a zöldségpiacra, bevásároltak és hozták az ennivalót. Mihopolo és én meg megfőztük. Ez volt az egyik utolsó kommuna. Mindannyian együtt voltunk, és így összeállt a társulat. Az egyik utolsó kommuna volt Európában. Tudtam, hogy Barbának is volt egy kommunája, meg Bazzinak is Pontederrában. És fantasztikus 3 év volt, nagyon kreatív.
Nem is annyira a szövegen dolgoztunk, mint inkább a bakhuszi szellemiséget, az extázis titkát kutattuk. Éjjel-nappal, hatalmas kitartással, együttműködve orvosokkal, ortopédusokkal, pszichológusokkal, pszichoanalitikusokkal, pszichiáterekkel, patológusokkal, és az eredmény nagyszerű volt. Rendkívüli szintre jutottunk. Volt egy pillanat, amikor Georgios Simeonidis repülni kezdett. Olyan mozdulatok jöttek elő belőle, hogy úgy tűnt, mintha a föld fölött lebegne. Cohn egyszer azt mondta az egyik színészének, talán Armenisnek, csináld azt, hogy felugrasz a levegőbe, és ott maradsz. Erre a színész azt válaszolta, de hát az lehetetlen mester. A mi esetünkben is valószínűleg ez csak illúzió volt, a mi illúziónk. Mindazonáltal mi így láttuk. Terzopulos a módszerével a színpadon egy robbanékony, vibráló testet hoz létre, amely geometrikusan és formailag megkomponált, de közben megmarad egy vibráló testnek. És itt és most van jelen a színházi aktusban. Nem volt könnyű belépni abba a rituális időbe, amit az adott darab megkövetelt. Theodoros általában ennek az időnek a kibontásával kezdi a munkát, amit aztán minden előadásának részévé tesz. Úgyhogy először meg kell ismerni ezt a dolgot, de ez nem volt könnyű. Alapjában véve persze semmi sem volt könnyű, minden dolognak megvolt a maga nehézsége. De ha azt kérnék, hogy csináljam végig előről az egészet, én ugyanúgy megtenném. Idővel kidolgoztunk egy gyakorlatsort, és kezdett kialakulni egy expresszív formanyelv. Én azt mondogattam a színészeknek, ahhoz, hogy megmutassák a szögletességet, hogy kifejezzék a szögletességet, ahhoz be kell hajlítaniuk a térdüket, a csuklóikat. Pont úgy, ahogy a Kolumbusz előtti amerikai kultúrák szobrai. Jóval később, 1995-ben, amikor az amazóniai falvakat látogattam Kauka dzsungelében, ahol egy csoport sámánnal és három antropológussal újból megrendeztem ezt a darabot Jurupari címmel. Ez a Jurupari, ami Dionysosunknak megfelelő istenségük. Itt még szisztematikusabban tanulmányoztam ezeket a dolgokat. És megértettem, hogy a mi korábbi görög tanulmányaink nagyon fontosak voltak, és volt egy dinamikájuk. Ezek azok az energiatengelyek, amelyek a testben létrejönnek, és ezek hajlítják a testet kifejező pózokba. Ezt más tradíciókban is láttam, például az ausztrál őslakosoknál. Kidolgoztunk egy tréningrendszert, amely 3000 gyakorlatra épül. Ez az Attis alapanyaga. Ennek kezdő lépése volt a bakháncsnők tanulmányozása és a mánia témája, ami a tragédia egyik alapeleme. Lépésről lépésre fogalmaztuk meg a kódot, a jelet, amit később kidolgoztunk és más szövegeknél is alkalmaztunk. Az első találkozásom egy Attis előadással Ausztráliában történt 1989-ben. Az elhagyatott tengerpart médeje materiál tájkép argonautáka című előadásban. Egy kollégámmal néztem meg Ausztráliában, és akkor azt éreztem, hogy szeretnék részt venni egy ilyenfajta színház munkájában. Ez egy feleszmélés volt. Felhívtak a Színi Akadémiáról is. Azt mondták, hogy Terzopulos meghallgatást tart.
Ő egy új perspektívát adott ahhoz, hogy egy színész miként vehet részt a színházi munkában. 10 évvel később, 1999-ben egy meghallgatás révén bekerültem Terzopulos színházába, az Attisba, az Őrjöngő Herkules című darabba. Ez volt az első előadás, amiben szerepeltem. Épp a leláncolt Prométeuszt állították színpadra, Anesa Papadopoulosval és Tassos Dimassal. A zene játszotta Iót. A következő évben Anesának egészségügyi gondjai voltak, és el kellett utaznia. Egyik nap Terzopulos felhívott, és azt mondta, gyere, valamit mondanom kell neked. Épp hétfő volt, és azt mondta, pénteken lesz a bemutató, te fogod játszani Ió szerepét. Én inkább féltem, mint örültem ennek, amikor ezt meghallottam. Azt mondtam, ez lehetetlen, de azért nagyon köszönöm. És felálltam, hogy távozzak. Erre azt mondja, meg kell csinálnod. És akkor engem tényleg bedobott a mély vízbe. Ez egy bemutató a be- és kilégzés szemléltetésére, a levegő használatára, ami mindennek az alapja. Belégzést és kilégzést végez, miközben mind a kettőt megszakítja, ezzel vibrálást, remegést hoz létre. A rekeszizmával, amit megnyit lefelé, és fokozatosan a kismedencére is kiterjeszti a remegést, és ekkor ez a rész is mozgásba jön. És a medence veszi át az egésznek az irányítását. A medence alkotja az energiaháromszöget, ami itt kezdődik és idáig tart. Ez egy háromszög, három energiazónával. Létezik három másik zóna is, amin a városi színjátszás alapszik. A dráma itt van. Főleg a városi színház és az operett található itt. A tévés színjátszásnak egyszerűen nincs is helye, nincsenek alapjai. Azt mondhatjuk, hogy ez a semmittelés művészete, és nem több. Szép lassan az egész test megnyugszik, mivel ez egyfajta túlfűtöttséget generál, és egyúttal stimulálja a talp idegnyúlványait is. Ilyen módon fokozatosan és folyamatosan felszabadítjuk a hétköznapi rutin miatt beszorult energiát. Mozdíthatjuk felfelé is. Ez emlékeztet az ősi püriké táncra, vagy valami ehhez hasonlóra, mint például a tűztánc, vagy az anasztenariai tűzönjárás rítusára, vagy hasonló dolgok még ősibb tradíciókból, amit alapul veszünk, hogy megteremtsük a fokozás lehetőségét mind a test, mind a hangtengely vonatkozásában. Fokozatosan az egész test felmelegszik. Egyszerűen azért, mert beindul a vérkeringés. Az agy oxigénnel telítődik, és minden rezonátora megnyílik. Ezek vesetájékon, illetve testünk minden részében megtalálhatók. Mint látható, a test mozdulata különböző hajlításokban fejeződik ki. Így jutottunk el a jelrendszerünkhöz, olyan testtartásokhoz, amelyeket az antik görög festményeken is láthatunk, hajlítások, amelyek folyamatos mozgásban vannak. Ezek teljes mértékben ázsiai eredetűek, egészen ősiek, egyértelműen archetipikusak, és az archetipikus testek mindig szögeket zárnak be. De ezt nem lehet formális módon csinálni, mondjuk így, anélkül, hogy a mozdulat kiinduló pontja láthatóvá ne váljék. Folytatja a ki- és belégzést, és a remegés is folytatódik. Egy bizonyos ponton meg is állíthatja, és tovább léphet Aiszkülöszhoz. Akár egy ötoldalas monológot is el tud mondani így, mert ez fokozza az állóképességet és felerősíti az energiát. Lazíts, és mondj el egy kórus részletet. Bármit, amit tudsz, de csak finoman. Hagyd, hogy a hangod megnyíljon fokozatosan.
Sony, demone, sani. Ye. Ye, te kermi. Vasilev, te deram. Pemsat, enerthen. Psychines, fos. Συνμιχάτε κι άλλοι χθονίων αγεμόνες δαίμονα μεγαφυγή ίον τενέσατ εκδόμων σαν σους γενή θεών. A második mérföldkő Heiner Müller kvartett című műve. A tanítom és a munkatársam. Miért gondoltad, hogy bírhatok ilyen alapvető ösztönnel? A legnagyobb boldogság az állatok boldogsága. Időről időre megengedted, hogy átéljem, és engem örömmel töltött el, hogy erre használlak. És remélem, hogy neked sem esett nagyon rosszul. Az, ki éppen a pillanat kegyeltje. Vagy nevezzük inkább szerencsétlennek. Ez Turvel. Ami a megoszthatatlanságodat illeti. Féltékeny vagy, te Valmont, micsoda hanyatlás. Senki sem gondolta volna, hogy ugyanazt a technikát tudom alkalmazni, aki Szakelláriúval és Olia Lazariduval együtt egy sötét előadásban maszkokkal tele. Szkotino ergo, gemato apo maszkes. Sorban megtörténtek a változások, egyik a másik után. A férfi, aki átváltozik saját riválisává, a nő barátjává. Az érzelmeknek ebben a sötét játékában ugyanazt a módszert alkalmaztam. Olia Lazariduval sokat dolgoztam ezen, aki már ismerte a módszert, hogy aktivizáljam Olia energiaforrásait. És Olia valóban lenyűgöző volt. Nem adtam rá engedélyt, hogy meghágd azt a tehenet, Valmont. Meg tudom érteni, hogy érdekel a kis Volans. A kolostor kertjéből frissen metszett gyümölcs. Szűz unoka húgom, de Turvel. Egy magányos hölgy a társaságban, aki elég perverz ahhoz, hogy házassággal boldogítsa magát. Egy vallásos bolond, kinek a templom padjától vöröslik a térde, fogadjunk, hogy az isteni elrendeléstől mereng, mikor szerető férje ráhajol, hogy házastársi kötelességét teljesítve gyereket csináljon neki. Itt van néhány fotó a Beckett és a Pontika előadásairól. Ez a Júlia kisasszonyból van, ez itt a görög-török kórusmű, a perzsák, ez a perzsák első változatából van, ez itt a második változat, ez pedig a harmadik verzió a moszkvai Meyerhold színházban. Vissza akartam térni az antik tragédiához, a munka új lényegi kérdéseit kerestem, mert az Attis Színház mindig lényegi kérdésekkel foglalkozik, nem szerepekkel vagy karakterekkel foglalkozik. Aiszkülosz lenyűgöző tragédiáját, a perzsákat választottam. A perzsák első verziója volt a legmerészebb, mivel statikus volt. Ebben az előadásban a statikusság természete érdekelt, amit maga színház atya írt, Beckett ük nagyapja, Aiszkülosz. A statikusságon dolgozva más vonalak is kezdtek aktiválódni. Elkezdett érdekelni, hogy mi történik a nyálmiriggyel. Próbáltam egy új vonalat húzni. Különböző folyadékok áradtak ebben az előadásban. Ez egy merész kísérlet volt 1988-ban, ha nem tévedek. Az egész előadás elég visszafogott volt. A síratás egész skáláját hoztam létre, a legegyszerűbb hangokból, vagy csak egy-egy szóval, és fokozatosan egy kompozíciót alkottam belőlük.
amely elérte a síralomének kitörő csúcsát, majd később leereszkedett. Az egész előadás visszafogott volt, a legminimalistább dolog, amit valaha csináltam, és ez egy fontos tanulmány volt számunkra. Nagyon érdekelt a legyőzött ember síráma, aki gyászolja önnön bukását. A siratóének, mint a görög tragédia egyik fajtája, egy rendkívül fontos vezérfonal. Megcsináltam a Perzsák második változatát is, és a világ minden táján 300 előadást tartottunk belőle. Az összes nemzetközi fesztiválon, Bécstől és Berlintől egészen Tókióig és Moszkváig, mindenhol óriási sikerrel. A Buenos Aires-i előadáson ott volt Ernesto Sabato, aki a végén felállt és azt kiabálta, éljen Görögország! Terzopulosz jelrendszereket alkot. Nála nem a megfogható világa színházi előadás tárgya. Terzopulosz nem pusztán formalista. Ne feledjük, hogy mindazok számára, akik azt vallják, hogy a formalizmus csupán egy forma, azoknak meg kell érteniük, hogy ez a forma is meghatározott tartalommal bír. Terzopulosz azt csinálja, hogy a reális világból kiemel egy gondolatot, politikai, metafizikai vagy bármilyen egyéb témát, azt absztrahálja és egy sajátos formába foglalja, ami aztán az ismétlések révén jelrendszerré alakul. Senki sem vádolhatja Van Goghot vagy Francis Bacont, hogy ismétli önmagát. Nem vádolhatjuk elitiszt, szeferiszt vagy kavafiszt sem ismétléssel. Terzopulosz is ezt csinálja. Ez az ő személyes ismertetőjegye. Ha az előadását nézzük, már 5 perc után azonnal felismerhető az alkotói kézjegye. A siratójének kérdése mindig is érdekelt engem. Ez egy örök téma a munkáimban, soha se távolodtam el tőle. A 2006-ban az isztambuli színházi olimpiára akartam valamit csinálni, és akkor még egyszer megrendeztem a Perzsákat, görög és török színészekkel. Közösen megsirattuk a sorsunkat, és általában véve a veszteségeinket. Nem egy országot, egy államot, vagy egy földterületet sirattunk, hanem önmagunk, mint a legyőzött ember veszteségét. Ezt az előadást Törökországban elismerték, és mindenhol máshol, ahol eddig bemutattuk. Görögországban is jól fogadták, de komoly konfliktus gerjesztett a kritikusok és a nézők között. Néhány kritikus azt írta, hogy török szónak nem lenne szabad elhangoznia az Epidaurosi Színházban.
felszínre tört a bennük rejlő rasszizmus és fasizmus. Ez megszokott görög jelenség, a fejletlen társadalom jellemzője. Egy bezárkózott társadalom, amely évek óta képtelen megnyílni Európa és a világ felé. Megmaradt egy tengerrel körbevett magányos szigetnek. Most, hogy a Mauseren dolgozom, amelyben ott van a polgárháború témája, rájöttem, hogy a polgárháború még nem ért véget. Jelen van a hétköznapjainkban, mint egy kísértet, a társadalomban, a politikában. Ha nem vetünk véget a gonoszságnak, soha nem jutunk előbbre. Minden, ami visszataszító, az nagyon veszélyes. Visszatérhet, mint egy zombi, mint egy Dracula. Ez a harmadik lényeges pont. Most itt vagyunk az Attis épületében. 133 férőhelye van, amint látható, 133 arc néz le ránk. Görög ellenállás és a polgárháború szereplői voltak. A Mauser című előadásunkra várnak, amit most állítunk színpadra. Ezt az installációt én terveztem, és a bátyám, Haralambos Terzopulos valósította meg. A nézők itt fognak ülni, minden oldalon 20 fő. A színészek itt belül, én pedig valamelyik oldalra ülök majd. A másik oldalon a Nemzeti Szolidaritás ellenállók ismert harcosa Maria Bejku, a színészek pedig itt belül lesznek. Nagyon sokféle politikai szöveg létezik. Müller szövegei. Az én munkám egyfajta válogatás. Müller szövegeitől egészen a görög tragédiákig és fordítva. Amikor először találkoztam vele Németországban, 1973 őszén, ő sok mindenre megtanított engem. Brecht miatt mentem Németországba, és ráakadtam Müllerre. Ő drámaíró is volt, és a Berliner Ensemble tagja. Később a Volksbühne tagja lett, és én rengeteget tanultam tőle. Rájöttem, hogy mi a különbség a klasszikus és a klasszicizmus között. Ő vezetett rá erre, és nem az iskola, hova jártam. Megértettem a modern és a posztmodern közötti különbséget. A politikát is ontológiai szemszögből láttam. Mint a Mauserben. Mint az ősi tragédiákban mindig felmerül a kérdés, az örök ontológiai kérdés. Miről szól ez? Az előttem álló, aki a gödörben néz, nem lehet bűnös. Nem találtál egyetlen gyenge pontot se bennem, még Isten sem talált. Most én lettem a gyenge pont maga. Én voltam, aki a halált osztottam Vitebsk városában. És végül felmerül az ontológiai kérdés. Mi az ember? Ennyi. És ebben a sajátos előadásban a nézőtér felé fordulok, a görög polgárháború 133 arca felé, és felteszem a kérdést. Mi az ember? Mi jön a halál után? Munkáim során ez a kérdés mindig megismétlődik, még azokban az előadásokban is, amelyek a szerelemről szólnak. Ez a kérdés mindig ott lebeg. Miről szól ez? Ezen keresztül jelennek meg a kétségek és az önmarcangulás. Három paraszt a pisztolyom előtt, tudatlanságukkal a forradalom ellenségei. Munkától elvásott kezük hátra kötözve. A pisztoly a kezemhez ragadt, a forradalom parancsára. Pisztolyom a tarkójuknak szegezve. A forradalom ellenségei az én ellenségeim is. De őket, akik a gödör felé néznek, ez nem érdekli. És nincs más választásom,
tanítanom kell őket a golyó segítségével. Írtottam a forradalom ellenségeit Vitebszk városában, de miért is írtottam őket? És én miért is halok meg? Ha a forradalom ára a forradalom maga, a forradalom ára pont ők, akiket fel akarunk szabadítani. Miért is gyilkolunk? Miért is halunk meg? Azelőtt nem játszottam úgy, hogy ilyen szoros kapcsolatban legyek a nézőkkel. A politikai témától és Müller szövegétől elvonatkoztatva, a mi célunk a megnyílás volt, és számomra ez volt a fő irány. Enélkül nem lenne előadás. És én eszerint alkottam meg a színpadi szabályt. A nézőkkel való kontaktus, ez a 70 cm-es veszélyes közelség elképesztő tapasztalat volt mind nekünk, mind a nézőknek. A másik dolog, amit Heiner Mülleren keresztül fedeztem fel, az a saját dühöm. Úgy gondolom, hogy az én esztétikámban van valami düh. Nem akarok kapcsolatot építeni a nézőkkel, vagy bájosan összekacsintani velük oldalnézetből. Én a szembenézést választom, a konfrontációt. És a legtöbb esetben az erőszak is ott van valahol. Ez az erőszak a gyerekkoromból ered. Erre sokkal később jöttem rá. Görögországban a polgárháború utáni időszakban nőttem fel, és sokat szenvedtem. Olyanok voltunk, mint sok hasonló család. Fekete bárányok. Mi voltunk a legyőzöttek. Megtapasztaltam, milyen legyőzöttnek lenni. Mikor Müllerrel találkoztam, valami rokonságot fedeztem fel benne. Mivel ellenség vagy, meg kéne öljelek. Az emberek nem állatok. Halál a forradalom ellenségeire. Azt hiszem, aki győztesként viselkedik, nincs jövője a művészetben. A művészet a vesztesség kifejeződése. A győztes a hatalommal flörtöl, hatalma van egy csoport felett, vagy folyamatosan a hatalommal kokettál, kormányokkal, vagy látens módon politikussá akar válni, és a művészetet csak ürügynek használja. Azt hiszem, mindig ez lesz a meggyőződésem. Tény, hogy a művészet a pessimizmushoz és nem az optimizmushoz kötődik. A vesztesekhez tartozik, a legyőzöttekhez. És ez az antik tragédiák lenyűgöző része. Amikor az ember felmegy a híres lépcsőn, hogy belenézzen Isten szemébe, de csak egy pillanatra van ehhez joga. És Isten így szól hozzá, gyere! És játszik vele, legyen akár Athéna, Héra vagy Zeus. És aztán lelöki a lépcsőn, az áldozat, az ember, aki egyenlő akar lenni Istennel, pedig lezuhan, és itt beáll a csend. A legyőzőknek ez a csendje lenyűgöző a művészetben. Ez az üresség. Hogy olyan szörnyeken töltöttem dühömet, kikben kárt tenni nem lehet. Ó, én szerencsétlen! Micsoda szégyen sújt engemet! És akkor elkezdődik a siratás. Kezdettől fogva ott lapul, de nem tud kitörni. És aztán megtörténik, és elkezdődik a siratóének. Ebben van az egész dolog lényege. Az érzékeny beszéde valakinek, akinek talpra kellene állnia, hogy aztán újból elbukjon, de nem tud talpra állni. Nem lehet első miniszterelnök, vagy mit tudom én, micsoda.
Én vagyok a kerék, a malomkő, a kötél, a korbács, a gája. Ott vagyok a kéz és a pisztoly között, az új és a ravasz között. Mindig visszatérek Müllerhez. Most annak a 80 évnek az ürügyén, ami eltelt a születése óta, színpadra állította Mama Uzer. Én tényleg meghatódom, amikor rá gondolok. Ő az én viszonyítási pontom, ő volt az én mesterem. És ez nagyon fontos, a tanító és a tanítvány, aki később maga is tanítóvá válik. Mai társadalmunk nem tart igényt a tanítókra, és ilyen értelemben a tanítványokra sem, és ezért nincs jövője. Egy társadalomnak, amely nem rendezi viszonyát a polgárháborúval, nincs jövője. Egy társadalom, ami nem néz szembe a rosszal, nem építheti az állam ideáját, csak a megosztás ideáját építheti, amelyet egy kisebbség ural. Mint vállaltan baloldali és brechti politikai alapokon álló, függetlenné vált ember, Terzopulos az első, aki tiszta és őszinte párbeszédet kezdeményezett Görögország 1974-es rendszerváltó időszakával kapcsolatban. Nem azért, hogy válaszokat adjon, hanem hogy egyáltalán beszéljünk ezekről a dolgokról, amiket a görög társadalom még mindig magában hordoz, és nem tudja, hogyan kezelje. Hatáskörén kívül esik. Véleményem szerint Terzopulos bátor kísérletet tesz a Mauser megrendezésével. Egy egész kérdéskört nyit meg. Kivégeztem a munkámat. Végezd ki az utolsót. Öltem a forradalomért. Haj meg érte. Hibát követtem el. Te? Én csak egy ember vagyok. És ez mi? Nem akarok meghalni. Ember. Mi az? Az Attis Színház első emeletén az irodában vagyunk. Ő Maria, aki elkötelezetten végzi a munkáját. Ez a festmény itt a Kis Mahagóni című előadás díszletének része. Nikos Giotis látványtervező művész munkája. Itt látható Jenny Smith és Paul Ackerman, Francis Bacon hatása egyértelmű. Szép festmény, egy irodának élénk színei vannak. Nem szeretnék technokrata stílust az irodámba. Ez a második otthonom. Ezeket a babákat a barátom Johanna Weber készítette. Egy bizonyos előadáshoz készítette őket, Johanna Weber a fotósunk, de aztán nem használtuk őket. Theodoros Terzopulosszal Németországban találkoztam 20 évvel ezelőtt. Lenyűgözött engem. Láttam a bakáns nők első színpadi változatát és a média materiált. Tényleg lenyűgözött. Ezek után be kell vallanom, hogy Theodoros Terzopulos volt az egyik ok, ami miatt elkészítettem az első néhány előadás fotót. És aztán elhatároztam, hogy szeretném tanulni ezt a művészetet. Elmentem Prágába és színházi fotózást tanultam. Szóval az ő előadása volt az egyik oka ennek, hogy ezt az egészet elkezdtem. Ez adta nekem a lökést ehhez az egészhez. Folytassuk.
Kostas. Musiki. Zene. Az újabb mérföldkő Beckett. Műveit egy nagyon behatárolt térben képzeltem el. Ezt a színház kápolnájának neveztem el, és fokozatosan elkezdtem narrátorként megjelenni. Az ablakánál. Csendben. Az ablakánál. Csak az ablak. Az ablak felé fordul. Csak más ablakok. A Rockabye Sofia Mihopoulouval, a kitűnő színésznővel és a nagyszerű Tassos Dimassal, valamint az Atti Színház remek fiatal színészeivel. Ebben az előadásban a közelség a lenyűgöző. Nem létezik biztonságos zóna se a színész, se a néző számára. A nézők 20 cm-re vannak egymástól, a színészektől és tőlem is. Az egész felépítés nagyon érdekes. Ott ülni, narrálni, miközben Sofia Mihopoulou játszik. A nézők elérzékenyülnek, és én se tudom a könnyeimet visszatartani. Liftezik a gyomrom, és kapkodom a levegőt. Egy alkalommal azt mondtam többet, és a nézők egyként ismételték többet. És akkor elkezdtem magasan, mélyen, még egyszer. És a teljes közönség részt vett benne. Minden szempár, minden oldal, magasan, mélyen, le a redőnyökkel, egy se legyen fent. Anihti, csak az övé. Tipotálo. Tipotálo. Terzopoulos egy új fejezetet nyitott a munkásságában. Ez a Rockabye-jal kezdődött. Aztán a triptihon, a sivatag, stb. Ezek fontos részei a művészetének, mert ezek kapcsán kerül közelebb a kérdés lényegéhez, amit évekig tanulmányozott. Az előadásai szerény helyszíneken játszódnak, széksorok előtt. Ezek a suttogás, a csend előadásai. Fények, de inkább árnyékok, és mégis erőteljes megszólalást jelentenek, ami jelenlegi hangos és gyors világunkban. Amikor minden száguld és ordít, Terzopoulos szünetet teremt, és a nézőket arra invitálja, hogy ők is tartsanak szünetet, hogy gondolkozzanak el a nagy, alapvető, egzisztenciális kérdésekről, mint a magány, a halál, a betegség. Egy újabb megálló a polgári előadások. Meg akartalak hódítani, semmi reményem nem volt. Meg akartam halni. Meg akartam halni. Azt mondtam, legyen most valami városi színházi vonal, és Strindberget választottam. Nem akarok hallani többé. Megyek lefeküdni. Lefeküdni Szent Iván éjjelén? John, vigyél ki a tóra. Látni akarom a napfelkeltét. Legjobb lenne repülni. Repülni? De hova? Gyere a szobámba.
A szükség nem ismer törvényt. Bezárom az ajtót, és ha be akarnák törni, akkor lőni fogok. Az igazság az, hogy nem érdekel a polgári dráma. De elő kellett jönnöm egy ötlettel, mert a polgári dráma figurái a természetes környezetükben játszanak, ez pedig a hálószoba, a konyha, az asztal. Viszkit isznak, dohányoznak. Az egész érdektelen, a tévé pont ilyen. Használnom kellett az összes alkotói tudásomat, a Bauhaus, és elkezdeni dolgozni a színpadi téren. Ezen már sok év óta dolgoztam, Beckett kapcsán is. A tér az enyém volt. A Júlia kisasszonyban is, azokkal a kitűnő színészekkel és a lenyűgöző Sophia Hill-lel. John! Mondd, szeretsz engem? Szeretlek. Semmi kétség. Van valami kétsége, de felül, kisasszony. Egyfajta csapdát találtam ki, egy börtönt. Egy kastélyt láttam magam előtt, polgári házat, mint egy börtönt. Ezt a börtön ötletet kellett mindenkinek kiszolgálnia. És nem holmi konyhai eszközökkel képzeltem el. Ennek értelmében két tengelyt fektettem keresztbe a szereplőknek, hogy ebbe legyenek bezárva. Szó szerint korlátok közé tettem őket. Ez lett a végzetük, ahonnan nem tudnak kiszabadulni. Úgy tettem, mint egy zsarnok, pont a burzsoá hagyományok szerint. Mint az a kastély, ami az ő ideológiájuk része. Ilyen módon sok minden felszínre tört, és ez egy sikeres előadás lett. Ezek az előadások az Epidauros színházból vannak, görög színészek. Fotók az Ajaxból, az Ivadékból, Aiszkulosz elveszett tragédiáinak szintézise. A kvartett Alla Gyemidovával, Heiner Müller, Héraklésza, és a Médeia Materiál, amit Müller írt az Attis Színháznak, itt pedig Gyemidova, mint Médeia. Soha nem fogadtam el a posztmodernizmust. Csináltam posztmodern előadást, ami az egyik első volt Európában, talán még a világon is. Az első kísérletem a Médeia Materiál volt ezen a vonalon. Ez 1988-ban történt. Ez egy nagyon erőteljes, posztmodern előadás volt, sikeres volt, és tudtam, hogy ezt az utat kell járnom, szolgálni a gyorsan elmúlót, és belépni a posztmodern csoportba, ami később el is tűnt. Azok a művészek, akik akkor a posztmodernt művelték, 5 vagy 6 ember összesen el is tűnt el. Én visszatértem a művészethez és az élet alapértékeihez. Az ősi tragédiákhoz, a nagy kérdésekhez és a nagy szövegekhez. De még most is imitáljuk a gyorsan múló európai trendeket. És mindig pofára is esünk. Én nem ezt akarom. Én nem akarok kiművelt színházat sem. Azt sosem értettem. Miért is csinálják elnagyolt, értelmetlen pszichoanalízist a nézőknek, hogy erről beszélgessünk? Sokszor láttam a színészeimet más rendezők előadásaiban, amikor erőltetik, hogy az önéletrajzukat játsszák. Amikor a rendező az ő anyagaikat használja fel, abból csinál előadást, aztán aláírja, pedig ez az ő életük. Mindez csalás és lopás a rendező részéről, ahogy Grotowski mondja. Olyan történeteket mesélnek el, amiket mi itt megtapasztalunk. Ez mind a tanulás hiányából adódik. A
Ha az akadémia, amin 3 éve dolgozom, létrejött, össze fogja gyűjteni a legfontosabb görög művészeket, és akkor a nagy hagyományokat fogjuk tanulmányozni, és képesek leszünk megkülönböztetni a modern utánzatát a moderntől, az expresszionizmust a groteszktől, az impressionizmus a bensőségességtől. Most nem tudjuk megkülönböztetni a dolgokat. A görög művészet továbbra is a múló irányzatokat követi, ahol időnként felbukkan egy-egy művész, és gyorsan el is tűnik. Mert a művészet és a színháztörténet tudja, hogy kiket fogadjon be. Azokat, akik a művészetet tisztelik, és nem a szót. Azokat, akik tisztelik a művészet lényegét, a struktúráját. Ez megköveteli a tanulást. Kemény munkát, hogy mélyre ássunk magunkban. Hallottam, hogy egy kollégám azt mondja, vérebekkévé kell válnunk. De hát mik vagyunk mi? Kereskedők, akik kuncsaftra vadásznak. Egyszer nézd meg a társadalmat, és 10-szer tekints magadba. Suzukira és Brookra már, mint történelmi személyekre tekintünk, mert ők szisztematikusan követték ezt az utat. Mint ahogy Grotowski és Bausch is. Barba az antropológiai színházával. Szisztematikusan kell dolgoznod egy vonalon. Kitartóan és makacsol. Nem szolgálhatsz ki múló igényeket, mint egy spekuláns vagy egy celeb. Ennek nincs jövője, ezt a televízió csinálja. Ha egy színész más rendezőkkel és társulatokkal dolgozik, hamar rájön, hogy ez itt egy teljesen más világ. Akkor is, ha elmerülsz benne, mert fel akarod fedezni, és akkor is, ha elhagyod. Ha nem vagy atléta, és fizikálisan és mentálisan nem vagy mindig felkészült, akkor elbuksz. Ezt időről időre megtapasztalom magamon. Ha már régóta csinálod, nem lehetsz mindig a legjobb formádban. Itt az Attisban mindig jó formában kell lenni. Testileg, lelkileg és mentálisan. Ami a legjobban hatott rám, az a hihetetlen erő, ami a színészekből a nézők felé árad. A szünetekkel és az idővel való bánásmód. Ez egy különleges kapocsá válik színész és néző között. Nagyon más, mint a hagyományos színházban. Ez az a két dolog, amit a mai napig is intenzíven érzek. Még 20 év után is. Ezek nagyon fontosak egy színész számára. Ez egy olyan színház, amely nem a materiális világra fókuszál. Általában a színházban aszerint közelítjük meg a dolgokat, ahogy megtanultuk, amit megtapasztaltunk, amit olvastunk, de csak kis részletei vagyunk a társadalomnak. Mi ettől teljesen elfordultunk, a kezdetektől indulunk. Mi nem tudunk olvasni. Az Attisban jelen kell lenni, testben és lélekben. Nem lehetsz félig itt és félig ott. Nem merülhetsz el a mindennapi rutinban. Η καθημερινότητα να σε απορροφά. Πρέπει Csak να σε απορροφά. Αυτό. Novemberben Szardínia hegyei között jártam. Az egyik színészemmel, Paolo Muzióval mentem oda. Egy kis előadást csináltunk az egyik falusi templomban. Aznap pont egy gyilkosság történt ott. Az emberek mind összegyűltek a templomban, itt a dolgok még vadabbak, nem úgy, mint Maniban, és találtunk egy másik falut, Silanust, és ott egy 12. századi bizánci templomot. Bementünk a templomba, és megkerestük a papot. 2 órán belül ott volt az egész falu. Nagyon pici templom volt, ott voltak az énekesek is.
Ahol a játszott, a tenorok énekeltek, improvizáltunk végig. Beléptek a templomba, keresztet vetettek az énekesek és a családjaik. Énekeltek, és csodálatos volt. Én Héraklejtosz szövegeit olvastam fel, az ógörög nyelvtől felhevülve, aztán egy pontoszi dalt énekeltem, és akkor hirtelen a Campasin jutott az eszembe. Tele volt elektromossággal, a nézők, a gyülekezet, minden fel volt töltődve elektromossággal. Elkezdek így hajlongani magam felé és Paulo felé, nem tapsoltak, csak keresztet vetettek és elmentek. Azt akarom mondani, hogy minél alaposabban ásunk az emlékekbe és az eredetünkbe, annál mélyebben történnek meg a dolgok. Rengeteg minden rejtőzik ott, ez egy hatalmas téma. Mi lett volna Picasso-val, ha nem a mélyben kutatott volna? Mi lett volna Beuys-szel vagy Kunelisszel, ha nem az archetipusokat keresték volna? Ők azok a modern művészek, akik bevezették a modern művészetet. Mi lenne a nagy színházi művészekkel? Grotowskyval. Nem foglalkozhatsz a múlandóval. Ez az, amit mondani próbálunk a színészeimnek. És ez a pontoszi emlékezet. Hallottam a nagyanyámat énekelni és gyászolni az elveszett szülőföldet. Ebben a kiközösítés érzésében nőttem fel, mivel a családom baloldali volt. Ezt a dalt énekeltem a Silanusi templomban. Campasin felberzselődött, és csak a falak maradtak meg. A dal, amit Kavafis hallott a Galata hídján, és verset írt róla. Le kell ásni a mélybe, másként nem lehet csinálni. Ez nagyon fontos. Gyökerek nélkül nem fog menni. A fa a legkisebb fuvallatra ki fog dőlni, ha a gyökerek nem elég mélyek. De ha a gyökerek mélyre nyúlnak, elérhetsz más gyökereket, amelyek más kultúrákból erednek, más kultúrák fáiból. Mert egy fa van, de több gyökér. Ez pontos. Egy erős és mély eredet. Belépve Terzopulos színházába, az ember rájön, hogy ő folyamatosan a személyes múltról és a görög múltról beszél. Mindezt kreatív módon teszi. Nem folklorisztikus vagy nosztalgikus módon. Itt és most nemzeti és nemzetközi módon teszi. Mindketten Heiner Müller barátai voltunk Berlinben. A Living Theaternek és a tragédiának megvan a maga modernitása. A tragédiának manapság igazi jövője van. Nem olyan, mint amilyet a televízióban látunk, ami a civil természetből adódik. A színházban sokkal több költészet van, és sokkal erősebb. Ha valami erőteljes dolgot akarunk átélni, egy antik görög tragédiát kell megnézni.
és Terzopulosz alkotásai valóban nagyon jók. Szomorú, de nagyon kevés az időm, de azért voltak közös munkáink. A düsseldorfi éveink után is. És még most is dolgozunk együtt. Nekem a költőiség miatt fontos, hogy a tragédiákkal dolgozzak. Tassos Dimas, Sofia Mihopolu, Sofia Hill, 15 éve van nálam. Fiatalok, Meletis, Savas Trompos, Thanasis Alevras, Grapsas, aki már itt volt régebben is, elment egy másik társulathoz, aztán visszajött. Antonis Miriagos, egy nagyon tehetséges fiatalember, Alexandros Tuntas, ők a korai korszakomra emlékeztetnek. És a társulat egyre bővül. Ők az Attis fontos új generációja a mostani nehéz időkben. Akkoriban még a kollektivizmusban gondolkodtunk. A csoport ereje akkoriban nagyobb volt. Ma pedig az a valami, ami összetartja és felemeli őket, az a módszer. És ez a nyitja mindennek. Mert én hiszek a csoportban. Jobban hiszek, mint valaha, hogy a kis létszámú csoportok tényleg hasznára válnak a művészetnek. A csoport, a kollektivitás, ez az, ami hiányzik ma. Mert ma ebben az elkülönülésben, ebben a szolipszizmusban mindenki csak magával foglalkozik, a saját kis dolgaival. Családjával, a gyerekével is ennyi. És ott a televízió, a nagyszerű társ. Ilyen a modern ember. És a színház csak is ilyen kis csoportok segítségével vezethet ki minket a zsákutcából. Egy kicsit sétáljatok, aztán álljatok vissza a körbe. Fejben is lazuljatok el. Vállak és a gerinc is. Fésűk, fűszerek, fahéj, kések, babér, bors, alga, bőr, pikkely, kopoltyú, mozaik padló. A mozaik padló alatt ott van a szakadék. Éjszaka, fiatal, mesztelen, bepóját, bajszok. A férfi kormányoz, parancsokat osztogat papíron. Talpak, lépések, irányok, ondó, sérült ondó. Kidobni, gyomrom az asztalok és székek, kocsik. Ez Janis Kontrafuris írása, Sofia szövege.
οι παλάμες μη γεμάτες πεταλούδες. Τα χέρια μου είναι γεμάτα σπασμένα φτερά. Ο ήλιος λιώνει τα χρυσαφικά μου. Το μολαγό σκουλαδίκια. Λαμπωτεπώ. Στάζω υδρότα. Τζιτζίκια, ρετσίνι, φυτεύω στο καστανό χώμα τις στέρνες μου, πλαγιάζω σε προβιάρνιου, μυρίζω νεκρά φιλιά, κουβέντες διπλωμένες σε παγωμένο στρώμα, παλεύω, αδέρνω με αποφολιές ακατοίκητες. Στις μασχάλες μου κουρνιάσαν τα πουλιά. Παρακαλώ να με ξεκαβαλήσει το σκοτάδι. Να φύγει από πίσω μου η νύχτα. Σε τα ταβάνια σου. Έρχομαι να σ' ανέβω. Να σκουπίσουμε τους αγώνες μου τις κάνεις. Να ξεκλειδώσω τις κλειδώσεις από τα σφιχτά αγκαλιάσματα. Να πιω από τις βρύσεις σκουπιά. Όλα αυτά έχουν σχέση με αυτό που λέμε εργασία, δουλειά. Ha valaki profi módon dolgozik, és jól akar teljesíteni, megfelelően fel kell készülnie. A jó felkészülés fele részét adja az alkotásnak és a sikernek. És mindez összefügg a tanulással. Mikor fiatalemberként Berlinbe mentem, a Berlin Erasmus társulatához, Kelet-Berlinbe, ott töltöttem a gyakorlatomat, olyan dolgokat tanultam, amiket sosem felejtek el, és alapvető benyomást tettek rám. Például Eckehard Schall, Brecht vezető színésze a Berlin Erasmusban, egy kitűnő színész. Ez az ember minden reggel 6 órakor kelt, lefeküdt a padlóra, rárakott egy vaslemezt a mellére, nem tudom milyen nehéz lehetett, és elkezdett dolgozni a rekeszizmával, légző gyakorlatokat végzett. Aztán egy még nehezebb vaslemezt tett magára, és folytatta. Nem akartam hinni a szememnek. Megkérdeztem tőle, miért gyakorol, azt válaszolta. Coriolanus, nem tudom enélkül megcsinálni. A nagy szerepek nagy energiákat követelnek, ezt csak gyakorlás útján szerezhetjük meg. Nem játszhat csak úgy a pillanat hevében, csak a pillanatra koncentrálva, vagy isteni sugallatra, aki segít neked, hogy jó legyél. Ez lehetetlen. A nagy szövegek óriási koncentrációt igényelnek. Fegyelmet, munkát és sok felkészülést. Az utóbbi időkben ezért nincsenek nagy színészek, ezért nem tudnak jól alakítani klasszikus előadásokban. Ezért nem jók manapság a klasszikus előadások, nem tudják előadni. Ezekben a szövegekben ötoldalas monológok vannak. Ki tud elmondani öt oldalt felkészülés nélkül? Senki nem képes rá felkészülés nélkül, fegyelem és koncentráció nélkül, tanulás, képzelőerő és kemény munka nélkül. Nem lehet megcsinálni kemény munka nélkül. Ez az öt dolog, amit felsoroltam, alkotja a tehetséget.
Ez a tehetség. Tehetséges színésznek nem az számít, akinek bizonyos képességei vannak. Ha nem dolgozik és nincs képzelőereje, akkor csak 20-30% tehetséggel rendelkezik. A fiatal színészek össze-vissza rohangálnak, rendetlenek és értelmetlenül beszélnek, és ezt hívják színháznak. Nem, az egy játszótér, még csak nem is cirkusz. Egy óvoda. Ez egy nagy falat. Minden a technikáról szól. Amit az érzelmekről mondanak, az egyszerűen nem létezik. Az érzelmet nem fogadom el. Mi az érzelem? Az absztrakt érzelem, amit minden szerepben egyformán játszanak. Az nem érzelem, az technika. Picasso azt mondta, még a művészet legmagasabb fokán is ott van a technika. Nagy szerencse egy színésznek, ha dolgozhat ezeken az improvizációkon és fájdalmas folyamatokon. Nagy szerencse, ha van egy olyan rendező, aki türelmesen vár, akár 2-3 órán keresztül, amíg a megfelelő eredmény megszületik. Nem gyakori az ilyen, és ez igazi nagy vonalúságra val. A színésznek pontosan tudnia kell, hogy mit akar, ahhoz, hogy egy ilyen munkában részt tudjon venni. Félreértés van azzal kapcsolatban, amit csinálunk. Azt mondják, ez csupán fizikai, de hát a színház, az fizikai. A színésznek fel kell készülnie a színpadi jelenlétre. De azért ennél többről van szó. Ez egyfajta részvétel, jelenlét, amely egy alapos munkafolyamat eredményeként valósul meg. Én nagyon mélyen érintve vagyok ebben a dologban, mint színész. Mondhatjuk, hogy a hiúságomon, az egómon keresztül valamivel kapcsolatba kerülünk a bensőnkön túl. Theodorosz nagyon szigorú a munkájában. A kezdetekkor még ennél is szigorú volt. Az évek alatt nem azért, mert megnyugodott volna, hanem egyfajta ellenállás fejlődött ki benne. De még mindig szigorú, mert jó eredményt akar elérni. És azt kéri a színészektől, hogy adjanak bele mindent, amiük van. Ha egy színész ezt nem tudja megtenni, akkor jobb, ha nem dolgozik Kerzopulosszal. Másrészről ő egy kedves apa figura is. Az én egyik problémám az volt, hogy gyakran elkéstem. Most is előfordul néha, de sokat fejlődtem. Egyszer egy turnén voltunk, és majdnem lekéstük a repülőt. Mindenki rám várt a repülőtéren, szorongva értem oda, mivel mindig lelkifurdalásom volt, ha késtem. Arra számítottam, hogy le fog teremteni. Nem mondott semmit. Aztán vett nekem egy órát. Most az Attis Színház második emeletén vagyunk. Itt van egy lakás, amiben néha a vendégeink laknak. Amikor Gyemidova Görögországba jön dolgozni velem, olyankor itt lakik. Suzuki és az olasz színészeim is itt szoktak lakni, vagy Isztambulból, Németországból. De közben ez a lakás a jelmeztár része is. Megmutatok néhány jelmezt. Ez Alla Demidova médiája jelmeze. Ezt maga Sergei Paradzsanov tervezte és kézzel készítette. Ha csak arra gondolok, hogy a saját két kezével készítette, meghatódom. És a ruhát is ő készítette. Kívül fekete, belül piros.
Gyemidova mindkét oldalával hordta. Itt van Gyemidova néhány különleges ruhadarabja. A saját gyűjteményéből ajándékozta nekem. Itt vannak a bakhánsnyúk jelmezei, a perzsák, a leláncolt Prométeusz és az Antigóné. És itt van ez a maszk. Az Agaué maszkja. Ezek a jelmezek itt mind Giorgos Patsas munkái. Ez többé-kevésbé a Színházi Jelmez Múzeum is. Ez az épület egy bordélyház volt valaha. Pipica híres bordélya. Néhány idős ember még emlékszik rá. És úgy tudom, hogy Pipica több politikussal is viszonyt folytatott az 50-es években. Hát ez az ő csillárja volt. Sok mindene itt maradt, például az ágya is itt van az épületben. Ez itt az Attis Színház archívuma. Ezekben a mappákban színházi műsorlapok vannak, turnéink, különböző könyvek az Attisról, sok-sok kiadvány, rengeteg DVD, videokazetta, skották, különféle plakátok is vannak. Ez a legutóbbi Pekingből való, a leláncolt Prométeusz plakátja. Είναι σίγουρο πως θα έρθει! Θα έρθει! Πότε! Θα έρθει μια μέρα! Πως θα έρθει! Theodoros ötlete volt a Prométeusz. Nagyon ígéretes ötlet volt. Ha az Elektrát választotta volna, akkor is ugyanezt a díszletet terveztem volna. A kövek csomókkal vannak összekötve, és függőlegesen lógnak. A függőlegesnek ideológiai jelentősége van. Ezek a kövek ugyanúgy teremtettek, mint a többi kő a Földön, de felfelé vezetnek, mint egy lépcső, és befedik a falat. Ez volt az alapötlet. És megvan a saját dramaturgiája, és azt remélem, hogy ez valami új. Itt a csészék közt kávé, főzés, könyvek, plakátok és fényképek között néha itt jut eszembe egy-egy jó ötlet. Mi alatt itt ülök és eszem, vagy iszom a kávémat, leírom az ötletet, úgy hívom ezeket, hogy konyhai ötletek. Terzopulos a 20. századi színházi avantgárd nyelvén szól, de ezt a nyelvet átszűrte a görög tradíción és kultúrán. Véleményem szerint a külföldieket elbűvöli Terzopulos, mert valami eredetit és erőteljeset kapnak. Valami olyan ősi erőt, ami arra készteti őket, hogy tragédiát nézzenek, mint egy elsöprő hullám, vagy egy földrengés úgy hat rájuk. Így módon Terzopulos a tragédiát lényegi anyaggá teszi. Áhítat és félelem. Mi az, amit a Színházi Olimpia turnék és a találkozók nyújtanak? Olyan tudást, ami több, amit egy művész szűk lehetőségei nem tennének lehetővé. Át kell lépni az egóján és a pusztító szuperegóján.
Át kell lépnie a saját határait. Ez a transzcendencia. Amikor átlépjük a szigorú és szűk korlátokat, elérjük a transzcendenciát a görög tragédiákon át. És az emberekkel párbeszédbe kezdünk. Találkoznunk kell másokkal. Ebben az országban a kilátások bizonytalanok, és mivel nincs megfelelő oktatás, a fiatal színészt az interneten és az aténi fesztiválon látottak és hallottak befolyásolják. De nem tudják, hogy hogyan dolgozzák fel mindezt, mert nincs hozzá megfelelő tudásanyaguk. Nem értik, hogy mi rejlik egy német művész kijelentése mögött. Kastorf például, vagy Zadek. Zadek mögött ott van Heine. Heine mögött pedig ott van Lankhoff. És amögött pedig ott van a német expresszionizmus, a Bauhaus. És azok a mozgalmak, amelyek Németországban terjedtek el, mint a saját hagyományaik folytatásai. Ezt nem lehet leutánozni. Egy hamisított Armani nem ugyanaz, mint az eredeti. Az nem ugyanaz, az egy rossz hamisítvány. Ez minden. Thank you.